Dr. Kertész Otto következik, aki a Nyászberényi Állatkórház állatorvosa, egy kisvállalat praxisa van, már 33 éve képzeljük el, hogy ő állatorvos. Három gyermek édesapja, 32 éves házas, és mindhárom gyermeke Forever tag. Otto szupervájzor, Éva és Dávid pedig asszisztent szupervájzorok. Felesége tanár, egy Jászberényi szakközépiskola tagintézmény vezetője. Forever-ös életük 1999-ben indult, szponzorok Pap Imre és Anikó. Mentoroknak Vágási Arankát és Kovács Andrást várják, innen is gratulálunk Arankáéknak. 7-8 hónapos termékpróbálgatás után 2000 februárjában kezdték el az üzletépítést. Felesége nem azonnal, hanem néhány hónap leforgása után csatlakozott az üzletépítésbe. Nagyobbik fiúk egészségügyi problémája győzte meg őket, és 2000-től 2005 májusában lettek menedzsere. Főállás mellett építik ezt az üzletet, jellemző rájuk a termékcentrikusság, és kérem figyeljenek, 9-szer minősültek az európai rallira. Fogadják nagy tisztelettel dr. Kertész Otto menedzsert. Azt mondták, állítsam be, ne túl közel a számhoz, mert akkor puffog, dubog, és semmit nem fogtok hallani. Ez így oké? Most már csak meg kell találnom, hogy ezt melyik irányba kell nyomni, majd összejön. Hát először is nagyon szépen köszönöm szponzoraimnak, Péter Bence Anikónak, Pap Imrének és mentorainknak, Arankának, Andrásnak, hogy ajánlottak, és Miles Sándor doktornak, hogy elfogadta ezt az ajánlást, és bevállalta azt a merészséget, hogy engem ma 40 percre a színpadra enged. Minden elismerésem dr. Miles Sándori, igyekszem ennek megfelelni. Nem könnyű. Nem könnyű, főleg azután, hogy itt a kezdésben két csupaizom fiatal ember, aztán pedig Lui, aki a színpad mögött elárulta nekem, hogy USZKRE 12 kilót fogyott le, és akkor színpadra engednek egy olyan valakit, akkor most egy kicsit a magánszférámba, akit a gimnáziumban úgy hívtak, hogy Pacal, az egyetemen meg úgy, hogy Kocsonya. Hát ennyi. Nézzük az előadás anyagát, ha elindul, ha jó fele nyomok. Good, better, forever. Be kell valljam, a cím részben volt az én ötletem, köszönöm annak, aki ezt a teljeset kitalálta. Ennek volt egy előzetes előadása a Vágási Arankáik startján, ahol egy másik ivóitaltól plagizáltam részben, tudjátok, a Good Besser, de aztán úgy döntöttem, hogy a miénk sokkal jobb. És az, hogy mi erősített meg ebben, hagyd mondjak el nektek valamit, az elmúlt bő egy esztendőben nem tudom hány MLM cég keresett meg jobbnál jobb és kecsegtetőbbnek tűnő ajánlatokkal, meg olyan szuper termékekkel, amikről most hagyd ne beszéljek, mert nem erről van szó. Mindegyik ajánlat után bennem megerősödött, hogy én 12 éve a lehető legjobb helyre kezdtem el begyökerezni, és most vagyok nagyon erős gyökerekkel itt a Foreverben, és ezt a címet, hogy Good, Better, Forever, azt hiszem minden előadás elé oda lehetne tenni, akár termékről van szó, akár az üzletről. Főleg az újaknak mondom, higgyétek el, ahogy Miles doktor is mondta, a legjobb helyen vagytok, és nem nőnap van, de hagy gratuláljak azoknak a hölgyeknek, akik ma itt vannak, és nagyon sokan álltak föl az első jelenlevők közül is hölgyek.
minden elismerésem a tietek. Ma itt lenni, más háziasszony otthon a konyhában sürgölődik, tuti, hogy közöttetek nagyon nagy üzletasszonyok lesznek. Én gratulálok nektek, és akkor kezdődik az előadás. Igyekszem pörgősre venni. Miről is lesz szó? Nem titok, ugye ezekről a termékekről, és elsősorban kezdjük az előbb ajándékba leadott Immublendről, amely, ha az összetevőjét megnézitek, egyszer már lehetett vásárolni. Nem sok mindent árul el. Az, hogy van benne egy kis C-vitamin, egy kis D-vitamin, meg egy kis cink, igazából ez nem egy nagy durranás, úgy tűnik. De vajon mi van az egyéb összetevők mögött? Nézzük meg! Fruktooligoszaharidok, mit is jelent ez? Ezek a prebiotikumok csoportjába tartozó anyagok, amelyeknek a vízben oldódó rostjai a hasznos baktériumok szaporodását segítik. Ugye, hogy a prebiotikumok maguk, még tudjátok, csak egy kis emlékeztető, olyan az élelmiszereknek nem emészthető összetevői, amelyek a gazdaszervezetre kedvezően hatnak, azáltal, hogy bennük szelektíven fokozzák egyes, és az egyesek közül a hasznos baktériumokról van szó, a Lactobacillus, a Bifidus fajoknak a szaporodását és aktivitását a vastagbélben. A hatásairól csak nagyon röviden, a lényeg, nagyon-nagyon sok daganatos betegségben megelőző szerepe van, szabályozza a normális bélműködést, támogatja összességében az immunrendszert, segítik a cukorbetegeknél a glükóztolerancia javítását, csökkentik a bélnyálhártyának a sorvadását többek között, ezáltal diszkomfortérzést csökkentők. Az is nagyon lényeges, hogy ásványanyagokhoz nem kötődnek, és az ásványoknak, kiemelten a kalciumnak is a felszívódását így növelik, adott esetben mondjuk a csontsűrűség javításában is így szerepet játszanak. Egy másik csoport a laktoferrin, amely az élő szervezetben többnyire szekréciós folyadékokban található meg, csak egy pár példát írtam, többek között ugye ivarsejtek, mind férfi, mind női, tehát a spermiumok, petesejteknek a burkában is benne vannak. A magzatvíz is tartalmazza, és ha kevés van benne, adott esetben még vetélés is kialakulhat. A kolosztrum nagyon lényeges. Egyébként a laktoferin egy vaskötőfehérje, és csak egy pár példát hagy mondjak nektek, hogy például a szarvasmarha kolosztrumában is, a kolosztrumának is milyen védő hatásai vannak, hányféle baktérium ellen nyújtanak stabil védelmet. Nem fogok mindet felsorolni, csak egy párat, adott esetben olyat, ami az embernél is veszélyes. Többek között a Candida albicans, az Escherichia coli törzsek, Helicobacter pylori, emésztőrendszer megbetegedést okozó Yersinia enterokolitikánál, influenza, Haemophilus influenzae kórokozó, Listeria, és még sorolhatnám többet, de igazából lépjünk tovább. És nagyon-nagyon lényegesnek tartom, hogy többek között, hogyha hiánya van, egy nagyon fránya tüdőbetegség, ugye ez a bizonyos cisztikus fibrózis kialakításában is szerepet játszik a hiánya, genitális traktusban pedig adott esetben még a méhnyakráknál is baj lehet, ha kevés a szervezet laktoferrin szintje. Ugye szekréciós dolga, szekréció alapján választódik ki, tehát kiválasztódhat a szervezetben széklettel, vizelettel, nyállal, izzadsággal, zum Beispiel most nálam marhasok laktoferrin veszteségem van, könnyel, nyálban, és mikor kell pótolni? Egy pár dolgot sorolok föl nektek. Gyors kimerülés előfordulhat. Kiegyensúlyozatlan táplálkozás, bárki magába tegye fel a kezét a mindennapi életünkben, sajnos még nekünk forever-eseknek is ez előfordul. Magas húsfogyasztás és a stressz szintén ugye laktoferrin veszteséget okoz. Az aktív testmozgás, ami viszont kell, de az is veszteséget csinál. Rossz hírem, hogy a szexnél is. Allergiás gyulladásnál terhesség, szoptatás, nem sorolom tovább. Inkább tennék egy javaslatot. Manapság ugye, aki hallgat rádió, televíziót, hallhatja, hogy mindenféle felsőbb szintről indítanak különféle sikeres programokat. Hát én is úgy döntöttem, hogy itt elindítok egy ilyen sikeres laktoferin pótló programot. Ez a következőből áll, kortól és nemtől függetlenül ezekből kiválasztottam négyet, és amondok, hogy ez legyen egy nagyon sikeres melléktevékenységünk. Elsőre tettem a szexet,
Ennek a végére a gyors kimerülést, idősebbek itt abba hagyhatják, fiatalabbak folytassák a terhességgel és a szoptatással, ezzel legalább változtatunk a csökkenő népességi mutatónkon is. Nézzük tovább egyébként a laktoferin hatásairól csak egy pár szót. Ugye erősíti a bélfalat, nagyon sok, ahogy már az előbb felsoroltam, ugye a nagyon sok vírus, baktérium ellen is véd. Javult tőle például a nyomelemfelvétel, a vasfelvétel, tiszta sor, hogy támogatja a probiotikus baktériumokat, és nagyon lényeges, tartós hatású, 48 óra hatású antioxidáns hatása is van. Menjünk tovább, mert nem csak ez a két anyagcsoport, tehát a fruktooligoszaharidok és ugye a laktoferin van, hanem ott van még az Immublendben két érdekes gomba. Az egyik az illatos gomba vagy fagomba, általában ugye shiitake gomba néven ismerjük, nagyon-nagyon régóta ismert, több mint 2200 éve. Az elnevezését onnan kapta, hogy egy erős fokhagymára jellegzetes szaga van. Körülbelül időszámítás előtt olyan 150-190-es időszakban már a kínai Ming-dinasztia idején is ismert volt, gyakorlatilag étel elixérként kapták, és olyan szinten, hogy császári ajándéknak számított. Nagyon magas B-vitamin tartalma van, cink tartalma van, jelentősége a cinknek az immunrendszer aktivitásában, igen magas D-vitamin tartalma van a shiitake gombának, ebből a szempontból jelentős adott esetben a vegetáriánusoknál is, hiszen a vegáknál nagyon sokszor alakul ki D-vitamin hiány, tehát a shiitake gomba egy nagyon jó táplálék a vegáknak is. Milyen hatásairól érdemes beszélni? Vírus, baktérium szaporodást gátol, evidens, hogy erősíti az immunrendszert, többnyire a mirigyes típusú daganatok fejlődését gátolja, és egy nagyon lényeges kemoterápiás kezelésnél nagyon-nagyon hatékony. Gyakorlatilag van benne egy olyan hatóanyag, ez az úgynevezett lentinán, amely hatására az interleukin termelődés is fokozódik, és ez ösztönzi az immunrendszert. Tehát a kemós kezeléseknél, hogyha újra kapható lesz most már az Immublend, nekem ez az jelzi, hogy itt már a színpadról ugye ajándékformájában le is ment, optimista vagyok, ez megint egy nagyon nagy lehetősége a cégnek. Így van, ahogy mi lesz, doktor mondta, mi vagyunk a termékek tekintetében is a legletisztultabbak, a legjobbak és a legtisztábbak. Aztán koleszterin szint csökkentő szerepe is van, ezt egy eritadenin nevű hatóanyagának köszönheti, a méregtelenítő úgynevezett tumorellenes hatása pedig egy tioprolin nevezetű hatóanyagtól ered, amelynek semmi más tudománya van, de ez igen nagy, hogy az élelmiszer tartósítókban levő nitriteket tudja megkötni. A következő gomba pedig a maitake vagy táncoló gomba. Félreértés ne essék, nem a gomba táncol a történet szerint, hanem az, aki megtalálta a gombát, hiszen nagyon-nagyon értékes, és nagyon jól fizettek annak, aki maitake gombát talált, és örömében táncolt az, aki megtalálta. Egyébként maga a maitake gomba a hatóanyagai révén egy adaptogén segíti a szervezet saját ellenálló képességének magas szinten tartását. A benne levő hatóanyagok révén emeli a fehérvérsejt számot, és ennek megfelelően sokkal jobb lesz a keboterápiának a tűrőképessége a betegeknél, és még a daganatoknál a metasztázis képzést is gátolja. Itt egy újságcikket, egy alternatív orvosi szaklapból idézek, ahol leírták, hogy 2-es és 4-es stádium közötti hány daganatos betegnek és milyen korban milyen pozitív hatása van a daganatok elleni harcban, és csak nagyon röviden egy pár esetről hagy számoljak be, szintén ugye külföldi szaklapokból, csak tényleg a lényeget, gyakorlatilag majdnem mindegyikénél nagyobb részt májdaganatoknál, úgynevezett hepatocellulális karcinómáknál tesztelték le, és most nem sorolom föl mindegyiket, de nagyon lényeges, mindegyiknél állapotjavulást,
Mindegyiknél észrevették, hogy az interleukin sejteknek az aktivitása megnő. Az esetek egy részében leállt a daganat növekedés, van akinél eltűnt, és van akinél leállt a túlélési évek száma igen-igen jelentősen, akár 8-10 évre vagy annál többre is megnőtt. Ugye nézzük meg azt a három vitamint, ami még benne van, ezek a C-vitamin, erről még lesz szó, igazából én most ezt átugranám, hiszen a következő termékcsaládban is benne van a C-vitamin, inkább lépjünk, és nézzük meg a D-vitamint. Egy kis magyarázat, ugye a 400 nemzetközi egység az a termékben levő mennyiség, az a három szám együtt, ezt majd több adatnál is láttok ilyen három számot, ez nem a barátnőimnek a hármas méretét jelzi, ki sem merném írni, itt van a nejem a sorok között. Ezek gyakorlatilag a napi minimum előírt adagok. Az első az Amerikai Egyesült Államokban engedélyezett, a már középső az az európai, a harmadik pedig a magyar. Tehát azt is látni fogjátok, hogy hol van egyezőség és hol van eltérés. Ugye evidens a D-vitaminnál, tudjátok, hogy a kalcium-foszfor felszívódáshoz nagyon szükséges, a csontképződéshez alap, ugye csontritkulásnál szintén a kalcium mellett szükséges a D-vitamin, szív-idegrendszer működésénél is. Együtt a C és az A-vitaminnal megelőzhető nagyon sok betegség, nagyon sok megfázásos betegség, és nem írtam ide, de ma már tudod, hogy adott esetben terméketlenségi zavar esetén is meg kell nézni hölgyekben a D-vitamin szintet. Benne van az is, hogy csak alacsony a D-vitamin szint, annak a megerősítése, pótlása nagyban hozzásegíthet ahhoz, hogy összejöjjön ugye a kívánt bébi. A cinkről csak nagyon röviden, szükséges ugye az inzulin termeléshez, szénhidrát, fehérje, zsíranyagcsere termelésnél alapvető, nemi fejlődésnél szükséges, kedvezően hat ugye a bőrde, cinkhiánynál kialakulhatnak elhalásos parakeratotikus bőrgyulladások, és ugye férfiaknál a prostata megnagyobbodás tüneteit is enyhíti. Siessünk, lépjünk, itt a mummus a kivetítő jelzi, hogy fogy az idő. A két termék, amely nagyon sokban úgy tűnik, hogy egyező, de mégis vannak eltérések, látjátok, ez ugye a Cardio Health és a később piacra kerülő Nutra Q10. Ugye ebben szintén ott van a C-vitamin 30-30 mg-jával, gyakorlatilag a történetét látjátok, 1928-ban magyar tudós, ez közismert Szentgyörgyi Albert fedezte föl. Nagyon lényeges, nem írtam oda csak az embert, de mint állatorvos ugye evidens, hogy a tengeri malac a másik, tehát a párunk ebben a tekintetben, ő és mi nem tudjuk előállítani. Ha nincs bevitel, hiánytünetek lehetnek. Ezek a hiánytünetekből csak egy párat soroltam föl. Ez a vérzékenység, az ínsorvadás, izombántalmak, lelassuló rossz sebgyógyulás, fertőzésekkel szembeni védelmünk fog romlani, fogínybetegségek és gyakorlatilag gyulladásos betegségek jöhetnek elő. Maga a C-vitamin egy nagyon erős antioxidáns, a sejtek belsejében véd a szabad gyököknek a károsító hatásától, érvédő hatása van a C-vitaminnak, erősíti az artériáknak a kollagén szerkezetét, így a hajszálerekre is ugyanígy hat, koleszterin szint csökkentő is, és nagyon sok esetben véd a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásától. Dohányosok, nem biztos, hogy az elektromos cigaretta, az is jó egy darabig, arra lehet, hogy jó lesz, hogy aztán leszokjunk, de maradjunk egy természetes hatóanyagú citruspapája, utalok itt valamire, meg ugye a mi kardióhelszünkre, C-vitamin pótlásra, ugye a nagy bagósoknál egy-egy szál cigaretta is, tudjátok, nagyon nagy mennyiségű C-vitamint von el a szervezetből. Nagyon szükséges a szem védelméhez is, a lencsehályok kialakulását is nagyon nagy százalékban tudja megelőzni a megfelelő C-vitamin ellátás. Már beszéltem a fogágy és a fogíny betegségekről. Mindenféle seb, főleg műtéti sebek, égési sebek gyógyulását tudja gyorsítani, szükséges az épp idegrendszer működéséhez, ízületi megbetegedéseknél, ez is érdekes, porckopás progresszióját a megfelelő C-vitamin ellátás csökkenti,
és segít az E-vitaminnak a regenerálásában. Nagyon jelentős, hiszen az egyik legerősebb antioxidáns vitaminok között tartjuk nyilván az E-vitamint, és minden egyéb antioxidánssal nagyon hatékonyan tud együttműködni. A következő az E-vitaminunk. Látjátok, mind a két termékben annyi van benne, mint amennyi mindhárom javallatban a minimum adag. A mi termékeinkben ez a bizonyos D-alfa tokoferol van benne, természetes formában kétszer hatékonyabb, mint a szintetikusan előállított tokoferolok. Gátolja a kóros koleszterin szint kitapadását az érfalra, tehát ezáltal trombózisgátló, és ennek következtében, hogy a vérlemezkék összecsapódása is gátlódik, így gyakorlatilag nagyon sok szív-vérrendszeri betegséget tudunk megelőzni, érszűkület, infarktus, ezek komoly olyan betegségek, amely nagyon sok esetben halálhoz is tudnak vezetni. Látjátok, hogy az E-vitamin milyen százalékos arányban képes csökkenteni szív-vérrendszeri betegségeket, ezen belül a koronária betegségeket, ha ezt még C-vitaminnal pótoljuk, egészítjük ki, egymást hogy erősítik, és gyakorlatilag döbbenetes, hogy egy halálos infarktus is milyen magas szinten megelőzhető megfelelő E-vitamin pótlással is. Ugye azt az előbb mondtam, hogy a miénkben van a leghatásosabb D-alfa tokoferol, nagyon erős sejthártya védelem, szájüri daganatoknál is van preventív megelőző jellege. Nagyon lényeges, hogy a daganatoknál a daganat saját érrendszerének a kialakulását tudja a kellő E-vitamin szint gátolni. Múltkorában egy továbbképzésen mondtam, hogy csak nézzetek ránk öreg idézőjelbe, öreg foreveresekre, hogy jobban nézünk ki most, nem látom magam, mindegy, mint 10 évvel ezelőtt. Ez köszönhető ezeknek a termékeknek a rendszeres szedésének. Nézzétek meg önmagatokat otthon, ez igaz lesz. Meg aztán a mai nap előadóit is rajtam kívül, mert én már majd lassan lemegyek, hogy igazából jobban néznek ki, mint 10 évvel vagy 12 évvel ezelőtt. Pedig nagyon sokat dolgoznak, higgyétek el ebben az üzletben, hiszen nem hiába jön ma mögöttem több zafír is a színpadra. Azt úgy nem pottyantják le az égből, azért tenni kell, és ezek a termékek megteremtik nekünk a mobilitást, az egészséget, és az, hogy így nézzünk ki, ahogy, de hát lépjünk tovább. Tehát öregedés késleltető hatása van. Nagyon lényeges, hogy csökkenti az Alzheimer és a Parkinson-kór tüneteit is. Nagyon jó dolog, mert tudjátok ezt a lökött viccet, nem mondom el, de azért az a jó, ha kis előtyögtetem a sört, meg a végén azért ki is fogom füzetni. Hölgyeknél a klímax tünetei csökkennek, bőrvédő hatása van, uraim, impotencia megszüntetésében is segít, hölgyeknél pedig nagyon lényeges, hogy vetélés megelőző szerepe is van. Ebből eredően ugye, hogyha nincs, akkor megfordítva a dolgokat, egy pár hiánytünetet soroltam föl. Én azt hiszem fölösleges ezt mindet felsorolni, következik logikusan abból, amit az előbb elmondtam. Inkább lépjünk tovább, és a következő hatóanyaga a B1, a B6 vitamin, amelyben ugye elől mindig a kardióhelyzben található mennyiségek vannak, második pedig ugye a NutraQ10-ben található mennyiség. Nagyon lényeges, hogy a rendszeres B6 vitaminnak depresszió csökkentő szerepe is van. A folsav, a B12, látjátok, és a B6, ezek együtt hármasban csökkentik a szív-érrendszeri betegségeknek a kialakulását, úgy, hogy csökkentik a homocisztein szintet a szervezetben, gyakorlatilag így a homocisztainnek a érfal károsító hatása csökken, és így gyakorlatilag csökken a koleszterin lerakódásnak ugye a lehetősége, érszűkületnek a lehetősége is. Mit mondjak még róla? Például fokozza a magnézium beépülését a szívizomzatba. Nem csak a szívizomzatban van szerepe a magnéziumnak, erről majd később, ha el nem felejtem, beszélek. A B6 nagyon jó a migrénes fejfájás csökkentésére. Nem csak a B12, de a B6 is hatékony ugye a vörösvértest képződésben, és nagy jelentőségű, hogy az autizmus kezelésébe is gyakorlatilag használható. Ennek megfelelően a hiánytünetekből, ha hiány van, könnyen alakulnak ki bőr-nyálkahártya elváltozások, kialakulhat perifériás ideggyulladás, vérszegénység, fáradtság, leveltség, hogy mondjuk, tavaszi fáradtság. Na most gondoljátok meg, azok, akik reggel megcsinálják azt a koktélt, amit mi is megszoktunk csinálni otthon, hogy kardióhelsz meg az RG, van tavaszi fáradtság? Hát van.
csak nem nálunk, ugye? És akkor még mondhatnám, hogy depresszió alakulhat ki, hogyha valakinek B6 vitamin hiánya, vizeletürítési panaszok vannak, nálam még nem jött be, hál' Istennek, úgyhogy inkább lépjünk, és nézzük meg a folsavat, azt a folsavat, amelyben látjátok, 400 mg-nyi van a kardióban, 200 pedig ugye a Nutra Q10-ben, azon fel, hogy aminósav reakciókat katalizál, gyakorlatilag a fehérvérsejt, vörösvértest képzésben is nagyon nagy jelentősége van. Hölgyeknél már a terhesség előtt el kell kezdeni ugye a folsav bevitelt, hiszen a magzat idegrendszer kialakulásához az, hogy egészséges legyen, szükséges, ne alakuljon ki a nyitott gerinc. És gyakorlatilag ételmérgezések ellen is tud védeni, védi a bélnyálkahártyáját, lépjünk tovább. A következő vitaminunk az a B12 mikrogramnyi mennyiségben található meg, a kardióban több van, tehát nagyobb jobb a vérképzés segítő hatása, még a Nutra Q10-ben kevesebb van. Gyakorlatilag ezt mondtam, hogy a vörösvértest képzésben nagyon nagy jelentősége van, az idegeket védő mielinburok kialakulásához is szükséges, ez is depresszió csökkentő, amúgy injekcióban igazából idegesítő hatású, mert egy kicsit csíp is. Serkenti a gyermekeknek a növekedését, étvágyjavító hatása van, és ami nekem nagyon lényeges, javítja a koncentrációt és az emlékező képességet. Nagyon jól esett a múltkor egy sümegi képzésnél, ahol a műsorvezető úgy konferált be, hogy és a következő fiatalember. Hát ugye, amit most Kizsóági elmondott, hogy 33. éve vagyok állatorvos, hát ezen felül meg 32 éve házas, itt csak a nejem maradt fiatal, nálam elhaladt a kor, ezt nem szabad titkolni. Ezt nem jól csináltam. Na gyerekek, most kéne a segítség, lenulláztam. Megvan, visszajött, köszönöm szépen, de ügyes vagyok. És akkor nézzük, hogy a B12-nél, ha nincs elegendő bevitel, alapvetően milyen hiánytünetek jelentkeznek. Nagyon érdekes dolog, itt nem gyors, nem azonnali hiánytünetek vannak, hiszen a hiánytünetek csak akkor fognak jelentkezni, hogyha a raktárokból, és ez főleg a máj kiürül, lehet, hogy eltelik 4-5 év. És csak akkor jönnek majd a hiánytünetek. Jöhet a vészes vérszegénység, gyomorbélrendszeri panaszok, idegrendszeri panaszok, hölgyeknek ugye cikluspanaszok lehetnek, ezáltal ingerültség is, de ott lehet a B12 vitamin hiány is. Tehát figyelni kell a folyamatos pótlásra, mert késői a kialakulása a hiánytüneteknek. És akkor a magnézium, amelyben viszont fordult a sorrend, a kardióhelyzben van kevesebb, és igen megemelt mennyiségben van a Nutra Q10-ben. Tehát mondjuk adott esetben, hogyha magnézium pótlásra van szükség, főleg ugye terhesség időszakában hölgyeknél, vagy olyanoknak, akik izomgörcseik vannak, ott azt mondom, hogy lehet, hogy inkább a Nutra Q10-et kell fogyasztani, hiszen látjátok, váz, szívizom, méhizomzat, izomműködés szabályozásában alapvetően jelentős a magnézium. Ezen kívül, ha megfelelő az ellátottság, ugye feszültségcsökkentő hatása van, nem érzed magad olyan fáradtnak, kimerültnek, és akkor, ha tovább lépünk, a magnéziumból többek között a mi egyik készítményünkben a magnézium citrát van, amely az egyik leghatékonyabban felszívódó forma. Magát a magnéziumot úgy is hívják, hogy stresszoldó ásvány, természetes nyugtató. Migrén kezelésében is nagyon hatékony, a szervezet viszont nem képes előállítani, tehát folyamatosan pótolni szükséges. Ha hiánya van, akkor szívritmus zavar jöhet be, veszélyeztetheti a terhességet, étvágytalanság, vérnyomás fölmegy, koncentrációs zavar. Itt csak egy pár példát hoztam föl, hogy mi is a napi szükséglete az embernek. A felnőtt embernek, látjátok, naponta 300 mg bevitelre van szüksége, a terhes nőnek ugye ez másfélszeressel megemelkedhet, a felnőtt és nem terhes férfinek csak 350 mg, és látjátok szépen sorban, hogy a gyermekeknek a kor előre haladtával hogy növekszik folyamatosan a magnézium igénye. Benne van még a termékeinkben, mind a kettőben a króm, itt a króm mennyiségében a Cardio Health vezet, és kevesebb van ugye a Nutra Q10-ben, főleg a vércukorszint szabályozásában nagyon jelentős a króm, egyébként tudjátok, még a fogyókúránál is nagy jelentősége van,
érelmesesedés veszélyét csökkenti, gyakorlatilag azáltal, hogy csökkenti az úgynevezett rossz koleszterin szintet, és vele párhuzamosan viszont növeli a védő, a HDL koleszterin. És akkor térjünk a lényegesebbre, mindegyik lényeges, de ez még inkább ugye a koenzim Q10-re, amelyben a kardióban 80, a Nutra Q10-ben pedig 30 mg található. Történetét ismeritek, 1957-től indul, gyakorlatilag később már gyermekbetegségeknél is használták gyógyszerként, de csak 2003-ban lett hivatalos gyógyszer, és nagy koncentrációban a szervezetben ott fordul elő, ahol nagyon sok energiára van szükség. Amúgy minden sejtünkben jelen van a koenzim Q10, biokémiai folyamatok katalizátora, egy energiaadó anyag, az adenozin trifoszfát termelésében jelentős, és a képződéséhez szükséges az előbb már megemlített vitaminok, a B6, B12, folsav, C-vitamin és a nyomelemek, gyakorlatilag ezért egy óriási jelentőségű mind a két termékünk, hiszen szinte minden benne van. Itt a Forever termékekben, nem csak itt, másütt is, a komplexitás az, ami megkülönböztet minket pozitív irányban nagyon sok mástól. Nagyon lényeges, hogy a szervezet, ugye az élő ember körülbelül 20 éves korában tudja maximálisra, tehát csúcson termelni a koenzim Q10-et, 30 éves kor felett már utánpótlás kell, tehát tegnaptól már nekem is pótolni kell. Gyakorlatilag nagyon lényeges, hogyha a szervezetben csökken az energiaszint, és ha ez legalább 25%-kal lecsökken, akkor már csomó betegség kialakulása előtérbe kerülhet, főleg szívérrendszeri nyavaják, és hát adott esetben daganatos betegségek is. A hatása a koenzim Q10-nek egyértelmű, nagyon sokan ismerjük, tudjuk, hogy nagyon erős szabadgyökkötő antioxidáns, sejtvédő, öregedést gátol, erősíti az immunrendszert, és az előbb felsorolt vitaminokkal együtt, kiemelve az A-vitamint, a C, az E és a vitaminok csoportjába is tartozó alfa-liponsavval együtt tud hatékonyan működni. Csökkenteni lehet vele a kemoterápia mellékhatásait. Miért? Nincs a szívizomzatra, csökkenti a kemoterápiának a szívizomzatra ható káros hatását. Értitek? Lehet, hogy nem vagyok elég tiszta, mert világos, de van egy immublendünk, ami a kemoterápiánál szintén pozitívan hat a fehérvérsejt számemeléssel, és gyakorlatilag van egy kardióhelszünk, vagy egy Nutra Q10-ünk, amelyik viszont a kemónak a szívizom, a kardiotoxikus hatásait tudja kivédeni. Tehát félelmetes segítség van a kezünkben. A baj az, hogy ma nagyon sok embernek kell ez a segítség. Népegészségügyileg eléggé béka perspektívában vagyunk jelenleg. Nézzük a koenzim Q10 hatásait, segít a krónikus fáradtság szindrómában, egymagában is van vérnyomás csökkentő hatása, javul a szívizom funkció, a szív pumpa funkciója, csökkenti a szív ritmus zavart. Nagyon lényeges, hogy egy jó pár gyógyszernél, koleszterin szint csökkentőknél, vérnyomás csökkentőknél, bétablokkolók mellett kötelező a hatása. Olyannyira, hogy magában a kisállatpraxisban is, hogyha ebbe a csoportba tartozó szívgyógyszereket kell adnom szívbeteg kutyáknak, mindenképpen javaslom a koenzim Q10 használatát a kutyáknál is, látványosan javulnak egyébként. Nézzük az igényünket. Az egészséges ember igénye 10-30 mg, tehát gyakorlatilag, ha minden oké, akkor a Nutra Q10 fedezi az egészséges igényét. A sportolónak, egy átlagos sportolónak már ez magasabb, vagy két Nutra Q10, vagy pedig egy kardió. A terápiánál viszont nagyon meg lehet emelni, tehát itt egyértelmű, hogy melyik termékünket kell javasolni. Amúgy pedig azt mondom, hogy kezdjünk sok esetben, vagy szinte minden esetben a magasabb hatóanyagtartalmúval, és egy jó hónap után egy szinten tartóra vissza lehet állni. Gyógynövényekről még futólagosan, ugye mind a kettőben benne van a nagyon erős antioxidáns hatású szőlőmag kivonat, átjut az agyvérgáton, így az agysejteket is védő hatású szabad gyökkötő anyag, erős gyulladás csökkentő, hisztamingátló hatása van, allergiás csökkentő hatása van,
Hatékony az úgynevezett halálos négyes, a metabolikus szindrómás betegeknél is a szőlőmag kivonat. Aztán az indiai sáfrány vagy a kurkuma egy nagyon erős, szintén szabadgyökkötő és antioxidáns, vírusgomba baktériumölő tulajdonságai vannak, erős antiamiloid hatása van, tehát így az Alzheimer-kóros beteg tünetenyhítésében is jelentős a kurkuma szerepe. Csökkenti a vastagbéldaganatoknak az előfordulását, májsejtregeneráló hatása van, epeműködést javít, és koleszterin szint csökkentő is. A tömjénfa nagyon erős sebgyógyító hatású, serkenti a vérkeringést, és többek között jó pár autoimmun betegségben, többek között a Crohn betegségben is hatékony, adott esetben még a pikkelysömörös beteg tüneteit is képes enyhíteni. És akkor az oliva levél, az pedig kóros sejtosztódást képes csökkenteni, rákellenes gyógyszerekkel együtt hatékony, azoknak fokozza a hatékonyságát, szintén pikkelysömör tüneteiben is, és javítja a koronáriák véráramlását is. Nem olvasok el mindent, ti ott jobban tudtok olvasni távolról, mint így én feltolt szemüveggel. És az utolsó a szójalecitin, amelyik viszont csak a kardióban van benne, a NutraQ10-ben nincs benne. Gyakorlatilag a legerősebbnek ismert természetgyógyászati immunerősítő a szójalecitin. Csökkenti erősen a koleszterin szintet, memóriajavító, ízületi betegeknél, reumatikus betegeknél is tud segíteni. És akkor miért? A fő alkotó eleme ugye a kolin, az inozitol, a szerin, biológiai membránoknak a fontos alkotója, az ingerület átvezetésben nagyon fontos szerepük van, mellette zsírégető, zsírbontó hatása van, szívizomzatot is erősít, táplálja az itt levőt, az agysejteket is, és az időjárási frontokra érzékenyeknek is segít, tompítja a frontérzékenyeknek a kellemetlen tüneteket. Férfiaknál, uraim, javítja a prostata állapotát, sőt, aki még valamit tenni is akar, spermajavító, spermaminőség és mennyiségjavító szerepe van, és hogyha összejött a történet, akkor a magzat fejlődésében is segít, hölgyeknél pedig ugye a mellek egészségét támogatja. Én azt hiszem, hogy nagyjából végére is értem a mondandómnak, úgyhogy én csak köszönöm a figyelmeteket ezzel a mopsz nyullal, és nagyon kellemes ünnepeket kívánok nektek, mai napra pedig még további jó tanulást. Szervusztok!